Dombováron a József Attila Általános Iskola diákjaihoz vendég érkezett, akinek munkásságával ismerkedtek a tanév folyamán, tudtuk meg tanítójuktól, aki maga is rajong az írónő történeteiért. Az én fiam most 12 éves és 6. osztályos egy általános iskolában itt Dombováron, és alsóban az ő nagyon kedves tanára, magyar tanára volt az, aki rászoktatta őket az olvasásra. Ők 32-en tanulnak jelen pillanatban abban az osztályban, és a nagy többség olvas. Ezt a könyvet választotta, a Rumini első részét választotta 3. osztályban. Ezt olvasták el ők, majd aztán a fiamnak annyira megtetszett, hogy végigolvasta az összes részt, és a 10. is megvásároltatta velem a nem is olyan régen, és ezt is elolvastam. Borzasztóan nagy rajongói lettünk, én is elkezdtem olvasni vele az első részt, én is végigolvastam. Majd aztán ide kerültem én a József Attila iskolába, én is úgy gondoltam, hogy a 4. eseimnek ezt a könyvet választom, hiszen tényleg annyira izgalmas és annyira magával ragadó, hogy azt gondolom, ilyen könyvet kell a gyerekekkel megismertetni ahhoz, hogy aztán az olvasást magát megszeressék. Közösen a kollégákkal beszéltük meg azt itt a 3.-4. évfolyamon, hogy mindannyian Ruminit, illetve Bergyuditot kezdünk el olvastatni a gyerekekkel. Ez a tanmenetbe építjük be általában ezeket az olvasásórákat, külön felépítve. Természetesen nem csak elolvassuk ezeket a könyveket, hanem fel is dolgozzuk. Én például a munkafüzetet készítettem a Rumini első részéhez, a sorozat első részéhez, és így dolgoztuk fel tematikusan fejezetről fejezetre. És hát mi is lehetne ennek egy szép bezárása, egy ilyen feldolgozásnak, egy ilyen alapos könyvátolvasásnak, mint hogy magát az írónőt hívjuk el ide, hogy a gyermek maga is láthassa azt a rendkívül termékeny és fantasztikus írót, aki ezeket a könyveket megalkotja. Berg Judit történeteit a tematikus szerkesztés és a világos megfogalmazás jellemzi, amit a gyerekek is könnyen megértenek, az írónő pedig a találkozások alkalmával igyekszik a közönség kíváncsiságát kielégíteni írásaival és azok hátterével kapcsolatban. Hogyha iskolába megyek, akkor általában abban bízom, hogy a gyerekek fognak kérdezni, úgyhogy az előadás az mindig azt szerint alakul, hogy mi érdekli a helyi gyerekeket. Úgyhogy általában mondok egy kis bevezetőt, de utána engedem, hogy a gyerekek alakítsák a beszélgetést. A legtöbb gyereket nagyon szokta érdekelni a Rumini születése, hogy mi is lette, honnan jött a szereplők neve, hogy hány éves voltam, amikor kitaláltam, hogy miért lettem író. Tehát ezek azok a kérdések, amikre tulajdonképpen azért számítok, és általában be is szoktak jönni. Aztán időnként elhangzanak olyan kérdések is, amiket még soha senki nem kérdezett meg. Volt már olyan, amikor azt kérdezték tőlem, hogy én melyik szereplőmre hasonlítok a legjobban, és miért pont azt a tulajdonságomat írtam bele az adott szereplőbe, és mondjuk ez egy 8 éves gyerek szájából ez egy nagyon meglepő kérdés volt, nagyon örültem is neki. Hogy felnőttként mennyire nehéz olyan történeteket papírra vetni, ami érdekli a gyerekeket? Ez alkat kérdése, én igazából így működöm, tehát hogy én nekem hamarabb jutnak eszembe gyerekeknek szóló történetek, mint mondjuk felnőtteknek szóló történetek. Nem mondom, vannak felnőtteknek szóló ötleteim is, most éppen egyébként egy felnőtt krimit írok, de nekem annyira levegőből mindenütt a gyereksztorik jutnak eszembe, hogy egyszerűen valószínűleg erre lettem kitalálva. Általában azzal, hogy egyszerre csak egy dologra koncentrálok, de mindig van valami, ami párhuzamosan, amik ilyen lappangó üzemmódban jelen van. Ez most például a lengemeség következő része. És amellett, hogy most teljesen a felnőtt könyvre koncentrálok, így érzékelem, hogy valami a tudatom mélyén mocorog a lengemességgel kapcsolatban, és amikor belefáradok majd a felnőtt könyvbe, mert mondjuk egy 3-4 hét intenzív munka után muszáj leállni vele, akkor egyszer csak majd előugranak a lengék. Szóval ez egy nagyon érdekes összjáték, ami ilyenkor a fejembe zajlik, és néha én is döbbenten tapasztalom, hogy mi minden van oda bent. A magyar-angol szakos tanári diplomával és drámatanári végzettséggel rendelkező írónő számos elismerést tudhat már magáénak, de a legfontosabb visszajelzés olvasóinak szeretete. A legkomolyabb kitüntetés a József Attila díj, amit kaptam, de és kaptam könyvtárosok díját, meg kaptam közönségszavazat díjakat. Na erre például, amikor a Rumini az évtized gyerekkönyve lett a közönségszavazat alapján, arra például nagyon büszke voltam, de számomra a legnagyobb díj, amikor a gyerekektől kapok egy paksamét, a rajzot, vagy levelet. Van otthon egy hatalmas gyűjteményem, horgolt, gyöngyökből készített, nemezből készült, üvegfestékkel elkészített Ruminikből.
A Dombóvári József Attila általános iskolában a diákok sok-sok kérdésre kaptak választ Berg Judit írónőtől.